Bár meg kell várnunk a végleges eredményeket, az eddigi ismert részvételi adatok alapján bátran kijelenthetjük, hogy az RMDSZ a következő 4 évben biztosítja az erdélyi magyarok parlamenti képviseletét. A köszönet elsősorban a magyar közösséget, a szavazóinkat illeti ezért az eredményért. Köszönet tehát a magyar embereknek. Tudtuk, hogy nem egyszerű ez a választás. Rendkívül nehéz körülmények között kellett helytállnunk. Másfél év leforgása alatt a 4. választást bonyolították le Romániában. Igazi erőltetett menet volt ez mind a választópolgároknak, mind a politikai erőknek. Mi a koronavírus járvány körülményei között is bírtuk az ütemet. Köszönöm képviselő és szenátor jelöltjeink munkáját a kampányban. Hasonlóképpen köszönet jár mindazoknak, akik ebben a kampányban dolgoztak, a kampánystáb tagjaitól az aktivistákig bezárólag, polgármestereinknek, helyi és megyei vezetőinknek, önkormányzati képviselőknek, mindazoknak, akik az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban segítettek, támogattak bennünket. Nekünk az RMDSZ-nek minden választás fontos, azzá teszi a felelősségünk, hogy az erdélyi magyarság egészét képviseljük. Azokat is, akik nem mentek el szavazni, meg azokat is, akik esetleg másra szavaztak. Erőnket a magyar közösség adja, így minden sikerünk az erdélyi magyarok sikere is egyben. A bizalomért minden nap meg kell dolgoznunk, ahogy eddig, ezután is ezt fogjuk tenni.